Új kiállítása nyílt a Kiskunsági Nemzeti Park természetházában, annak a 30 alkotónak a képeiből, akik egy éve alakítottak ki jó kapcsolatot a Nemzeti Parkkal. A képzőművészeknek heti rendszerességgel a természetháza ad termet az alkotó munkához, amelynek eredményét a most megnyílt kiállításon mutatták be. A gazdag és sokszínű tárlatot Kriskó János televíziós újságíró nyitotta meg. Ahol 30 ember állít ki a 12-13 évestől a 72 évesig, a szükségképpen nagyon eklektikus és sokszínű. Így van ez a Kecskeméti Művészeti Szakkör kiállításával is, ahol azt lehet mondani, hogy nagyon eltérőek a művészettel való ismerettségnek az időtartamai is. Van, aki már hosszú évek óta csinálja, és van, aki éppen csak bekapcsolódott a folyamatba. De egy dolog bizton állítható, hogy mindenki a lehető legmagasabb hőfokon és izzással teszi azt, amit csinál, és az elkészült munkákban ez a legnagyobb érték, a hitelesség, és az, hogy fölsejlik mögüle a közösség, amely ezt valamilyen módon katalizálta. Kriskó János kitért arra is, hogy a hely sajátos természetközeli hangulata hogyan hatott az alkotókra. Nagyszerű dolog, hogy a természetháza és egyáltalán a Kiskunsági Nemzeti Park mellé állt ennek a gondolatnak. Azok az emberek, akik ebben a szakkörben dolgoznak, feltehetően nem ettől a jelenségtől lettek természetkedvelőkké, vagy természetúvó és vigyázó emberekké, de nagyon szerencsés az egymásra hatása, ha úgy tetszik, a katalizáló hatása annak, ami történik, hogy azok, akik itt dolgoznak és itt szerzik meg az alapismereteiket, egyre magasabb színvonalon képesek hangot adni annak, hogy felelősségünk, közös felelősségünk a környezetünkért mindannyiunknak. A tárlat egyik különlegessége, hogy az alkotók többsége felajánlotta képeit megvásárlásra. A befolyó összeget pedig a Kiskunsági Nemzeti Park alapítványán keresztül természetvédelmi célokra fordítják. A tárlat a természetházában nyitvatartási időszakban hétköznaponként 16 óráig tekinthető meg.